Amerikai filmekből már jól ismert a közvetítői eljárás. A bíróságok abban bíznak, hogy hazánkban is egyre kedveltebb lesz ez a rendszer. Akkor létrejött a megállapodás, amiben közös döntés született. Kérem, olvassák el, és hogyha megfelel mindkét félnek, akkor írják alá. A bírósági közvetítői eljárás, vagy más néven mediáció célja, hogy az érdekelt felek kölcsönös megállapodással zárják le a vitájukat. Ehhez a vitában nem érintett semleges pártatlan harmadik személy, közvetítő, vagy más néven mediátor segítségét veszik igénybe. Számos előnye van a hagyományos eljárásokhoz képest, lényegesen gyorsabb, rugalmasabb, mint a bírósági peres eljárás, segítségével pedig a már elkezdődött per néhány hét alatt befejezhető. Lehetővé teszi, hogy a felek per helyett párbeszéd útján megállapodásra jussanak. További előnye még, hogy illetékmentes és nem nyilvános, sőt, a bírósági közvetítőnek az eljárás során tudomására jutott tényekkel, adatokkal kapcsolatban szigorú titoktartási kötelezettsége van. Tehát az előtte elhangzottakról a perben eljáró bírónak sincs tudomása. Akinek tehát nincs peres ügye folyamatban és nem is kíván pereskedni a vitás ügyében, esetleg nem a bírósági közvetítőhöz kíván fordulni a folyamatban lévő perében, az Igazságügyi Minisztérium honlapján található névjegyzékben szereplő közvetítők közül is választhat. Köszöntöm a stúdióban dr. Toma Attilát, a Nyíregyházi Törvényszék sajtószóvivőjét. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Mennyire terjed a megyében, illetve Nyíregyházán, a Nyíregyházi Törvényszéken a közvetítői eljárás? Elterjedőben van, de tulajdonképpen azért is vagyok én itt, mert én még úgy érzem, hogy bár 2013, nem egész három éve működik ez az intézmény, de még mindig óriási tartalék van ebben a rendszerben. Azt tudni kell, hogy csak tavalyi évben több mint 18 ezer ügy érkezett a bíróságra, megyénk bíróságaira. Ebben minden benne van. Természetesen nem jó az arányszám, amit mondok, csak azért mondom ezt, hogy valami arányt mégiscsak érezzünk, hogy egy ilyen nagy tömegű üggyel foglalkozó szervezet a miénk. Nem mondom, hogy ebből a nagyságrendből mindegyik elintézhető lenne közvetítői eljárással, de ha azt mondom, hogy sajnos száz számra mérhető csak ehhez a sok ezreshez képest azok az ügyeknek a száma, amelyekben igénybe vettek ügyfelek közvetítői eljárást, akkor azt hiszem, hogy mindenki érti, hogy miről beszélek, és hogy miért kellene ezt egy kicsit népszerűsíteni, ugyanis ez az ügyfelek érdekében működő intézmény, és úgy gondolom, hogy ezzel, ha igénybe veszik az peres felek, bukni nem tudnak, csak nyerhetnek. Ha más nem, tájékozódhatnak a saját lehetőségeikről. Milyen ügyekben terjed a leginkább, és egyáltalán milyen ügyekben van erre lehetőség? Először, ahogy a felvezetőben is elhangzott, ugye meg kell különböztetni a piaci alapon működő mediációt, az tulajdonképpen egy per megelőző tevékenység, közvetítői eljárás. Ez, ahogy elhangzott az Igazságügyminisztérium honlapján, regisztrált közvetítők díjazás ellenében járnak el, tehát azért, hogy ne legyen per. A másik, amiről én beszélnék, és ami díj nélkül, és amire azt mondtam, hogy nem lehet veszíteni, ez a bírósági közvetítői eljárás, ehhez az kell, hogy meginduljon már egy per. De azt is lehet, hogy egyébként a per megindításával kérelmezi az ügyfél azt, hogy szeretne egy ilyen mediátor közreműködését kérni, és megpróbálni megegyezni a másik féllel. Önkéntes alapon működik. Valójában a kérdésre válaszolva mindenféle ügyben létezik közvetítői eljárás, bár van kivétel, gondnokság alá helyezéses perekben végrehajtási eljárás, amikor már folyamatban van, nem lehet apasági perek. Tehát egy szűk körben nem teszi lehetővé a törvény ennek a intézménynek az igénybevételét, de egyébként bármilyen vagyonjogi, családi, tehát a polgári terület, a munkajog, a gazdasági élet szereplői között bármilyen nézeteltérésnél igénybe lehet ezt venni, illetve egy kicsit szigorú feltételei vannak, de a büntető ügyszakban is létezik közvetítői eljárás. Ki az, akitől tudnak tanácsot kérni a leendő ügyfelek, tehát akinek egyáltalán megfordul ez a fejében, hogyan tud tájékozódni és mi alapján induljon el?
Azt tudni kell, hogy a megyénkben 4 ilyen mediátor, hivatásos mediátor dolgozik. Szakképzettség kell hozzá. Most a bírósági közvetítőkről beszélek természetesen. Illetve az kell, hogy az Országos Bírósági Hivatal elnöke erre őt kijelölje. A bíróság.hu honlapon ezeknek a mediátoroknak a elérhetősége címe rendelkezésre áll. Ez az egyik. De van egy másik lehetőség is, amire gondolom esetleg a kértés irányult, bár ez egy másik területre vinne már át bennünket. Ez a tanúgondozás vagy ügyfélgondozásnak a rendszere, ez megint egy ilyen új jogintézmény. Gyakorlatilag az utóbbi években azért érződik a mi szervezetünkön is, hogy próbál egy kicsit ügyfélközpontúbb, ügyfélközelibb lenni. Bírósági hivatal már évekkel ezelőtt meghirdette a szolgáltató bíróság, a nyitott bíróság programot. Tehát akár a tanúgondozás, akár a mediáció valahol ennek a keretében értelmezhető. Picit beszéljünk még a mediációról. Nyilván mindenkinek jobb, hogyha nem kerül végül egy hosszadalmas perre sor. Milyen egyéb előnyei vannak annak, hogyha valaki igénybe veszi ezt a lehetőséget? Akár anyagi vonatkozásokra is gondolok. Igen, nem is kevés lehet. Ugye mondtam, a bírósági közvetítői eljáráshoz kell egy per. Amikor a felek kérik a meglévő perben ezt a közvetítői eljárás lefolytatását, akkor gyakorlatilag egy pártatlan, szakképzett közvetítő segítségével annyi történik, hogy azok a felek, akik egyébként nyilván ellentétes viszonyban vannak, haragosai és esetleg egymásnak, leülnek és tárgyalnak. Ez már egy eredmény, hogyha leülnek, tárgyalnak és megegyeznek, akkor gyakorlatilag megússzák az egész peres eljárást. Nyilván, mint minden megegyezésnek az a lényege, hogy nyerek is, és veszitek is. Ilyenkor mérlegre kell tenni azt, hogy mi az, amit nyerek, mi az, amit veszitek. Lehet, hogy minden 100%-ban úgy érzem, hogy igazam van, de mire eljutok egy ítélet, odáig, hogy ezt egy ítélet kimondja, lehet meg eltelik. Végre is hajtják az ítélet. Meg mire végre is hajtják, eltelhet 1-2 év szakértői költségeket, előlegeznem kell, nagyon sokba fog ez kerülni. És azt mondja akkor, hogy mérlegre teszem azt, hogyha én most megegyezek az ellenfelemmel, és ezt mind a ketten elfogadjuk, akkor azon túl, hogy kikerüljük ezt az egész bírósági kötött procedúrát, végrehajtható határozathoz fogok jutni, mert azért, amiben az emberek megegyeznek, ez látszik a polgári peres ítéleteknél, azoknál, amikor közös megegyezéssel, de bíróság mondja ki a döntőszót, akkor azok az ítéletek azért sokkal jobban végrehajthatók, mint a egyéb módon keletkezett ítéletek. Ez az egyik összetevője. A másik pedig abban a pillanatban, hogy a felek bejelentik, hogy megegyeznek, nem kérik a pernek a folytatását, akkor nem jelentéktelen mértékű illetékkedvezményben is részesülnek. Attól függően, hogy ez milyen szakaszban történik, a befizetett peres illeték 50-70 vagy akár 90%-át is visszakaphatják. És akkor most beszéljünk a tanúvédelmi programról, hogyan segítik azokat az embereket, akiket mondjuk egy tanúvallomás tételére behívnak a bíróságra, lehet még életében nem járt bizony a bíróságon, az nem kis feszültség az emberek számára. Igen, hát ugye elég régen, 26. éve járok már én erre a bíróságra, és hát sokszor azt kell, hogy mondjam, hogy nekünk, ott dolgozóknak is a nap mint nap stressz helyzet. Stressz helyzet az ottani ügyfeleknek is, de azt, aki ügyfélként van jelen a bíróságon, azért az akar valamit. Vagy beperelték, vagy ő pereskedik, de hogy mondjam, valamilyen szándékkal van jelen. A tanúk köre talán akármilyen eljárásról van szó, büntetőről vagy polgáriról, az a nagy számú bíróságon megforduló ember, akik nincsen, úgy érzik, hogy kívülállók. Megidézték őket, teher, nyűg, és mégis ott kell lenni. Talán egy ilyen fogorvosnál tett látogatáshoz hasonlítanám én ezt, hogy sokszor elkerülhetetlen, de nem mindegy mondjuk egy fogorvosnál, hogy fogadnak, milyen légkör van ebben a rendelőben, milyen fájdalomcsillapítót kapok, és hogy milyen emlékkel távozok. Hasonló ez a tanuknál is. Tehát azt tudni kell, hogy ha valakit tanuként megidéz a bíróság, akkor alkotmányos kötelessége elmenni és megjelenni. De egyrészt nem mindegy, hogy milyen
hogy fogadják, milyen felvilágosító rendszer működik, a bíróságon hova lehet leülni, kihez lehet fordulni segítségért. Tehát, ahogy mondtam, régóta járok be a bíróságra, és aki ismer, és valamilyen problémája van, tanúként kapott idézést, állandóan kérdeznek, hogy mi a teendő, mit tudok, nem tudok elmenni, hogy ki lehet-e menteni magam. És akkor nyilván az ember ahol tud segít, de ezt a szerepet, amit sokszor a sors rám rakott, ezt most egy hivatásos emberre bízzák, ez a tanúgondozó hálózat. Róluk azt kell tudni, hogy a megyénkben gyakorlatilag minden bíróságon, minden ügyszakban, tehát összesen 13 ilyen személy van, megszámoltam, aki a tanúkkal foglalkozik, a felvilágosítást ad, tehát hozzájuk lehet fordulni, elérhetőségüket meg tudom adni, de bármelyik bíróság.hu honlapon az adott bíróságra vonatkozó kapcsolattartó személyeket el lehet érni. Egy a lényeg, ha valaki kap egy ilyen idézést, ne essen pánikba, hanem keresse meg a honlapon a tanúgondozó és segíteni fognak és segíteni neki. Fognak. Dr. Toma Attila, köszönöm, hogy rendelkezésünkre állt ma este. Köszönöm szépen.